Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hétember, és a Hétembere nem más, mint Olá Tamás, akire azt mondjuk, hogy értékesítési tréner, segítő, vezető, de ami talán ennél sokkal fontosabb, hogy kidolgoztatok egy olyan módszert, amely módszer kapcsán mondhatni lehetne világszabadalom, hogy rájöttetek arra, hogy hogy működik az emberi elme. Há, hogy? Igen. Jó estét kívánok! Nem teljesen arról van szó, hogy kompletten hogyan működik az emberi elme, hanem döntési, illetve értékesítési szituációban van az emberi elmének egy olyan működési alapja, amire egy magyar ember, Kassa Tamás jött rá 13 év kutatás után, meg rengeteg felmérés és tapasztalat után, és erre építve tulajdonképpen mi egy új értékesítési kultúra kialakításán dolgozunk. Na, hogy működünk? Mesélj! Hát gyakorlatilag úgy működünk, hogy teljesen hiszünk abban, hogy az értékesítésnek értékalapúnak kell lenni. Abban nem hiszünk, hogy hogyan adjunk el kopasznak fésűt, mert egyszerűen az van, hogy az értékesítésnek vissza kell kapnia azt a kultúrát, illetve azt a, nem is úgy mondom, hogy kultúrát, hanem azt a megbecsülést, amit eredetileg is kiérdemelt, illetve ott van. És ugye ezt a fajta megbecsülést az olyan értékesítőknek mondott emberek, akik eladtak embereknek olyan dolgokat, amire nem igazán volt szüksége, vagy ulambocsá, megtévesztették őket, ezt szétrombolták. És az értékesítésnek, annak van egy olyan technológiája, amit hogyha az ember használ, akkor abszolút tudja csinálni az értékalapú értékesítést. De mi hogy működünk, mint emberek? Mire jöttetek rá, hogy van a mi kis döntési mechanizmusunk? Igen. Ugye röviden erről nehéz beszélni. Tehát van idő, igen, most kiáltsoljuk. Rendben, oké. Tehát ugye az megfigyelhető, hogy körülbelül a 2000-es évek elejétől, 2004-től elkezdett növekedni a vételi ellenállás a piacon. Tehát korábban mondjuk a 90-es évek. Ez a vételi ellenállás azt jelenti, hogy nem akarom megvenni? Tehát hagyjanak békén? Igen. Nem érdekel? Igen, hárítanak az emberek. És ez a fajta vételi ellenállás, ez nem volt jellemző ugye a 90-es évektől, vagy 89-től kinyúltak a határok, és akkor onnantól kezdve ez már nem annyira volt jellemző. Viszont rengeteg marketing bomba éri az embereket, rengeteg impulzus éri az embereket. Hát ma már minden volt, tehát a TV, rádió, sajtó, vasaló, internet, utca, lift reklám, ami működik, minden van, jön valami. Igen. Pontosan. És emiatt az emberekbe egyre nő a vételi ellenállás, ami azt jelenti, hogy hárítanak, tehát nagyon sokszor akár egy telefonhívás sem szívesen hallgatnak meg. Jellemzően a postaládába bedobott hirdetések 99,9%-a kukában végzi, és ugye itt a fő lényeg, hogy nem tudják befogadóvá tenni az embereket a kommunikációra. És a fő mondani való ennek az egésznek, hogy maga a megközelítés, illetve az, hogy tudunk-e figyelmet megszerezni, megtartani, tudunk-e egyetértéseket kialakítani, és elérni, hogy a végén náluk költsék el a pénzt, ne pedig mondjuk a konkurenciánál, ezt kellett megtanulni. Ugye nagyon sok szakember is mondja a világban, hogy a pénz az áramlik, és helyeződik el egyik helyről a másikra. Nem hiszünk ebben, mert a pénz csak akkor fog áramolni, hogyha valaki úgy dönt, hogy áramoltatja valamilyen irányba. És a kulcskérdés, hogy hogyan tudjuk azt alakítani, hogy úgy döntsenek, hogy felénk áramoltatják a pénzt. Na hogyan? Na hogyan? Ugye azt kell tudni, hogy alapjáraton az emberekben van egy késztetés, amit úgy hívunk, hogy vágy, és az emberek szeretnének dolgokat. Meg akarja szerezni. Ez meg akar szerezni, felkeltődik vágy, ez egy teljesen természetes emberi érzés. Ehhez kell a reklám, mert van olyan, amire nem is gondolok, hogy szeretném, aztán mégiscsak. Igen. Tehát a vágy az egy olyan történet, hogy vagy ott van eleve, vagy felkeltődik reklám marketing által, vagy egy picit már van, de felerősödik a marketing által. Minden esetre ez egy mindennapos érzés, és ez mozgatja előre az életet, tehát ott kell, hogy legyen a vágy az emberekben. Viszont ami a Kassa Tamás barátom felfedezésének a lényege, az, hogy amikor az emberekbe feljönnek a vágyak, akkor eltelik néhány másodperc, és egy úgynevezett ilyen félelem vagy visszatartó erő is megjelenik, ami egy bizonytalansági állapotot hoz létre. Jaj, nem kell az nekem címmel?
Bizonytalan, nem is az, lehet így is, hogy jaj, nem kell ez nekem, vagy nem drága biztos, esetleg. Hogy gyerekek öltenem. Igen, igen. Bezzega, nem tudom micsoda, nem tudom hol. Igen? Igen. Jó elválasztásom, ezt válasszam, vagy a másikat válasszam, és egyfajta ilyen tehetetlenségi állapot jön létre az embereknél, és a felmérések azt mutatják, hogy az emberek több mint 90%-a ebben az állapotban van. És a kulcs az, hogy hogyan mozdítja ki az ember ebből, illetve az értékesítő ebből az állapotból a vevőket. Na most a mindennapokban egyébként ez úgy jelentkezik, hogy a vállalkozók azok rengeteg pénzt költenek PR-ra és marketingre, hiszen erre szükség van, és ehhez képest viszont a bevételük az kevés. Másképp fogalmazok, nem is annyira bevétel a kevés, hanem az a sok, amit nem keresnek meg, pedig megkereshetnének. Tehát, hogyha szétnézünk a mindennapokba, bemenjünk egy plázába, megnézzük azt, hogy az emberek bemennek, hiszen ott van vágy, az hajtja őket, és mennyien jönnek ki üres kézzel, mennyi embert hajtanak ki a boltokból a kvázi eladók, ezzel a segítetek, köszönöm, csak nézelődöm című párbaja, ez valami tragikus. És, hogyha ezzel... és akkor ehhez képest mit kéne csinálni? Hogy ezt mondjuk el a tréningeken, tehát ez egy olyan történet, amit folyamatosan csiszolni kell, és ahhoz, hogy csiszoltá váljon valaki, valamennyire bírni kell a dörzsöléseket is, mert hogyha ezt nem bírja, akkor nem lesz csiszolt a végén. És ez egy folyamat, tehát ezt nem lehet elmondani egy percben, ugyanúgy, mint bármilyen szakmát, ezt szépen fokozatosan meg kell tanulni, meg kell érteni. Ugye vannak olyan természeti törvények, amik ide vonatkoznak, és itt használatosak természeti törvények, és hogyha valaki ezt nem ismeri, vagy olyan kurzusra jár, ahonnan hiányoznak ezek a természeti törvények, az onnantól kezdve egy elég drága hobbi. Egyébként vállalkozást üzemeltetni is és vinni is ennélkül elég drága hobbi. A kulcs az mindig az, hogy hogyan tudjuk együttműködővé tenni az embereket, és nem az, hogy hogyan nyomjuk le őket, vagy hogyan dominálunk a másik felett. Tehát, hogyha szétnézünk a világban, akkor nem látunk egyetlen egy élő szervezetet sem, amelyik önmagába túlélne. És ugye ez az emberre is igaz, tehát rá vagyunk szorulva a többi embereknek a segítségére, az élő környezetnek a segítségére, a fizikai környezetnek a segítségére, és hogyha mi ezt elnyomjuk, akkor tulajdonképpen saját magunkkal megyünk szembe. És az egész lezárási technológia, értékesítési technológia, mint új szemlélet, az azt célozza, hogy hogyan lehet valakit együttműködővé tenni. Értem, hogy kidolgoztatok egy rendszert, ami több idő, hogy megértsük meg, hogyan meg miképpen működik, de hogyha én jól érzékelem, akkor igazából véve, ha úgy vesszük, akkor ez egy jó hangulatú konfliktus, amely konfliktus abból adódik, hogy ugye én, mint vevő, elmegyek valahova, kitaláltam, mit szeretnék, és ahogy te mondtad, van egy ilyen pillanat, amikor az ember úgy van vele, hogy szabad-e, kell-e, lehet-e, tehát ez a bizonytalansági funkciás, és amit ti kitaláltatok akkor ezek szerint 13 éves kutatásra, hogy ezen a bizonytalanságon hogyan tudtok minket átsegíteni, oly módon, hogy közben nem nyomjátok el az ember, nem domináljátok, nem tukmáljátok rá, és mégis sikerül ez a történet. Mármint mindkét fél részről az egyik megszerzi azt, amit ő igazából szeretett volna, a másik pedig lehetőséget teremt arra, hogy a másik szerzési vágyából ő neki haszonja legyen, mert a kereskedelem vagy az értékesítés az erről szól. Így van, így van. Ez hajszál pontosan így van, ezt tökéletesen megfogalmaztad. Ugye az értékszónak van egy ilyen töve, hogy ér. És gyerekkorunkban játszottunk egy csomó mindent, ott voltak szabályok, és nem tudom, emlékszel-e rá, de hogyha valaki olyat tett, ami nem szabályszerű volt, akkor rögtön kiabáltunk, hogy ez nem ér. Vagy rugott egy olyan gólt, hogy nem volt szabályos, akkor azt mondtuk, hogy ez nem ér, mert nem tudom, már kim volt a labda, vagy valami. És ugye az ér, az azt jelenti, hogy mi jogos és szabályszerű. És mi abban hiszünk, hogyha egy embernek van valamiféle vágya, van egy problémája, amire keres megoldást, akkor a lehető legjobbat kapja meg, ami legjobban ér, ami legjobban jogos, ami legjobban szabályszerű, ehhez viszont jusson hozzá. Mert hogyha nem ehhez jut hozzá, akkor lehet, hogy valaki más, aki nem ilyen szemlélettel van, majd rásóz valami olyat, ami nem igazán jó neki. És ebből egy kellemetlen rossz érzés jön ki. Ráadásul az értékesítés, mint olyan, azért is fontos, mert itt a Covid, meg a háború, meg minden kapcsán is azt látszik, hogy egy nehéz időszak fog jönni. Abszolút. Egy nagyon nehéz időszak fog jönni, ahol valóban az embernek is át kell gondolni azt, hogy mi az, amire költ, mi az, amire nem költ.
Másrészt pedig a vállalkozásoknak is át kell gondolniuk, hogy milyen stratégiát folytatnak egy emelkedő inflációnál, egy sokkal nehezebb, úgymond borúsabb helyzetben. Tehát innentől kezdve azt gondolom, sőt, mi több meggyőződésem, ha van humánus megoldás arra, hogy nem elnyomva, nem dominálva, nem, ahogy mondani, szokás ilyen rossz érzéssel vesz meg valamit az ember, hogy csak megveszem, csak hagyjanak már, és senki ne bántson. Igen. Akkor ez, amit kitaláltatok, ez nem csak hogy unikális, hanem elképesztően fontossá válik. Hogy én úgy tudjak nemet mondani, igen, hogy közben ne érezzem azt, hogy jaj, hát mégiscsak meg kellett volna venni, vagy úgy tudok megvenni valamit, utána ne érezzem azt, hogy jaj, milyen butaság volt, csak ott a hirtelen jött ötlettől. No, pláne, ha végig gondoljuk azt, hogy ezek az értékesítési munkának magukban vissza kell szerezni a becsületét, mert egyelőre csak abban gondolkozunk ilyenkor, hogy jaj, érte, ne, tehát ez a zárjuk ajtót mindent, tehát szórólapot ne tegyen a postaládába, inkább kifizetem, csak ne legyen reklám a tévéfilmek között, vagy a mozifilmek között, igen, inkább ezért csak ne hallgassak úgy dalt, miközben azért a bújtatott reklámok ott vannak a mozifilmekben, abszolút, ott vannak a filmekben, tehát nem tudod kizárni, igen, és ugye azt szokták volt mondani, hogy nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Igen. Hol igen lehet ezt megtanulni? Ezt a rendszereteket? Nagyon jó kérdés. Különböző szintű tréningjeink vannak, de nagyon-nagyon sok ingyenes anyagunk van fenn a YouTube-on. Tehát, hogyha valaki rákeres, nem tudom, hogy mondhatom-e a YouTube címet, vagy ezt így most nem... De mondhatom, akkor ugye Kassa Tamásnak vannak fenn nagyon sok ilyen videói, illetve hogyha valaki feljön a honlapomra, a www.olátamás.com-ra, akkor tud jelentkezni díjmentes lezárási tréningnapra. Én 14 éve minden hónapban tartok egy díjmentes lezárási tréningnapot. Ezért is vagy itt? Igen. Mert hogy nagyon ritka az, amikor valaki a saját tudását hajlandó ingyen átadni. Igen, mi hiszünk az ilyen értékalapú tudásba, és tényleg komolyan gondoljuk, hogy legyen Magyarországon értékesítési kultúra. Viszont a dolognak a volumenjét, hogy így éreztessem, Magyarországot én viszem, és a Tamás barátom javarészt külföldön tart tréningeket, de egészen Szibériától, tehát Ulán-Udé az volt a legkeletibb város, ahol tart a tréningeket, egész Los Angelesig, és Dél-Afrikától Svédországig tart tréningeket, és ezt a fajta megközelítést, és ezt a fajta dolgot, amit ő felfedezett, ezt tátott szájjal hallgatják a világba. Tehát ez egy magyar dolog, és megint egy magyar ember hozott létre a világba egy olyat, ami... És megint egy olyan dolog, ami a világon mindenhol elismerésre kerül, itthon pedig ez ilyen mély csendben. Igen, a tehát még így a televízióban, tehát ez nem annyira népszerű dolog, azért, mert ez nem lelkesítésről szól, és nem motivációról szól, hanem nem arról szól, hogy valaki... Add el, vidd el, nem tudom, tehát ez nem igen, egy ilyen meg, hogy... MLM rendszer, vagy... Nem, nagyon sok MLM-es ügyfelünk is van, és használják, de ez egy olyan dolog, amit tényleg tanulással és gyakorlással lehet elsajátítani, viszont utána nem lelkes lesz az ember, hanem egyszerűen csak csinálja, cselekszik, és nagyságrendekkel sokkal többet keresnek ugyanabban a munkával. Nagyon-nagyon szép példákat tudnék neked mondani, és egészen nagy, komoly, több milliárdos cégvezetők is vannak a tulajdonos vagy az ügyfélkörünkben, és ők is használják ezt, tehát attól, hogy még nincs egyelőre akkora nagy dobra verve a történet, azért egyre többen használják, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk az ügyfeleinkre, mert ügyesek. Én erre a rendszerre vagyok büszke, meg leginkább arra, hogy képesek és készek vagytok ezt a tudást, hogyha kell, akkor ingyen is átadni, ami azért valljuk meg őszintén ritka ebbe a kis hazába. Igen. Mérhetetlen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönöm a figyelmet, mi még folytatjuk egy kicsit. Hölgyeim és uraim, ez továbbra is a hét embere, mint ahogy ígértem, visszatértünk, és hát itt van velünk Kajári Zoltán, aki talajcsavar ügyben jött most éppen, de hogy azért áruljuk el, hogy ez nem egy egyszerű megoldás. Kezdjük onnan ezt az egészet, hogy ugye mindenhova betonozunk. Így van. Pillanatban. Tehát így ugye van. Cement, sóder, homok, víz, így van. És ebből olvastam valami borzalmas számot, nagyon nem is akartam elhinni, de hogy valami brutális mennyiséget gyártunk naponta, nem csak itt Magyarországon, világon.
világon. Nagyon-nagyon sokat, és ugye ezzel a környezetet terheljük. Veszélyes ez az anyag, vagy miért terheljük? Tulajdonképpen a Földnek veszélyes az anyag, ugye hát a cement az egy mesterségesen előállított anyag, és ez nyilván a talajnak veszélyes, és pont erre próbálunk megoldást kínálni a talajcsavarokkal. Mi ez a talajcsavar? Most már áruljuk el, mert a hajcsavart azt tudjuk, hogy mi. De mi a talajcsavar? Igen, a talajcsavar az a mai modern és környezettudatos építkezés egyik szerves részévé fog válni, vagy már mondhatjuk hogy vált, mert például mobilházakat, mobilgarázsokat tesznek talajcsavar, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van tényleg egy csavar, ez egy nagyon erős öntvény, egy edzett öntvény, és ez le van furva a földbe. Itt ennek a mérete ugye változó terhelés függvényében, tehát mondjuk egy csavar terhelése akár 2850 kiló terhet is elbírhat egy nyomó terheléssel, és azt lecsavarozzuk a csavar, vagy a talajba, és de az arra... nem mozog? Tehát... Nem mozog. De hát képzeljük el, hogy... Nagyon szimpatikus az ötlet maga, de hogy... Mert ugye akkor, hogyha jól értem, akkor nem kell alapoznom, nem kell ilyen szempontból szétverni a munkagépekkel a mindent, ami a környezetemben van, pontosan. Hanem csak megérkezik valaki Béla bácsihoz, vakával egy ilyen csavat, és lefogom, nem ennyire és egyszerű géppel, dolog. És géppel lefúrja. Van, amit egyébként kézzel le lehet fúrni, tehát az 1000 milliméter alatti csavarokat nyilván le lehet fúrni, viszont a nagyobbakat már célszerű géppel, és igen, megérkezik valaki, és egy géppel lefúrja. A lényege az az egésznek, hogy amikor ez ugye le van fúrva, erre rátehetjük az építményt, vagy amit szeretnénk, pergolát, teraszt, akármit, és ha 5 év múlva meggondoljuk magunkat, akkor szépen kivesszük és arrébb tesszük. Tehát ez mobilis. De várj, is. Még egyszer fussuk neki, mert még ez előttem nincs meg. Igen. Tehát az rendben van, lefúrtam egy csavart. Igen. Az ott lent van. Oké. Okay. Nem mozdul. Mitől nem mozdul? Attól nem mozdul, hogy ugye a föld az zömül. Tehát amikor ezt a csavart belecsavarjuk, belefúrjuk a földbe, az ott végig zömül körbe-körbe. Tehát tömörödik. Aha. Tehát még jobban tömörödik a föld, és tulajdonképpen ezt a csavart annyira körbe öleli a föld, hogy ez egyszerűen nem tud megmozdulni, ha csak azt nézzük, hogy egy ilyen 1,5 méter vagy 2 méter mélyen lefúrjuk ezt a csavart, az teherautó nem tudja kifeszíteni onnan. Tehát az ugyanolyan hatást, ugye bennünk nagyon megmaradt a betonozás, hogy fú, a beton, mert az kemény, ez pont ugyanazt tudja. Ez hihetetlen. Tehát szól találtátok rá, vagy... Igazából ez egy nagyon érdekes dolog, mert az üzlettársammal mind a ketten próbálunk mi is erre a környezettudatosság irányába menni, illetve az építkezéseket is, és minket nagyon érdekel ez a modern környezettudatos világ, főként így az építőipar területen, és pont egy ilyenre volt szükségünk, és azt mondtuk, hogy nem betonozunk, hanem próbáljuk ki ezt a megoldást. Mi ezt külföldről hoztuk, nagyon tetszett, és azt mondtuk, ha már érdekel bennünket ez a dolog, akkor ezt forgalmazzuk mi, és ez másnak is jó lehet, nem csak nekünk. És tulajdonképpen így jött az ötlet. Mert térjünk vissza, tehát benne van a földben ez Igen. a csavar, eddig jó. Okay. Tetején van valami kallantyú, vagy tehát hogy rögzül a Igen. csavar, és az mondjuk a, hozzátartozó, micsoda, a ház, rendben. Vagy ezért, tehát hogy? Mondom akkor a lehetséges variációkat. Ugye többféle fejjel létezik ez a csavar, van kerekfejű, hatlapfejű, U-kialakítású, illetve van a G-profil, mi G-profilnak hívjuk, amiben kerítést lehet tenni. Tehát a kerítésnek sem kell már alapozni, nem kell betonozni, hanem le van furva, be van dugva a cső, meg van csavarozva, és onnantól kezdve az len van tökéletesen a talajba. Akkor van az U-profilos csavarunk, ami ugye U-alakú, abba pedig egy pergolát, vagy bármi olyan lábakat lehet behelyezni, aminek tényleg ilyen fontos tartószerkezeti megoldásra van szüksége, de főként ezt pergoláknál szokták alkalmazni, mobilgarázsoknál inkább a kerekfejű, illetve a hatlapfejű csavarjainkat, illetve a kerekfejű csavar még napelemrendszerek tartására is nagyon-nagyon tökéletes. Tehát nagyon-nagyon széles az a spektrum, ahol ezeket a talajcsavarokat lehet használni. De ezek a betonos cégek miatt, hogy még éltek? A betonos cégeknek nem az a célja, hogy minket kicsináljanak, hanem velünk együttműködjenek.
Mert ugye akárhogy is nézzük, drága a munkaerő, drága a beton. Ugye most egy köbméter beton, pont egy hete néztem így az információkat, ilyen 30-33 ezer forint között van, ami nem olcsó. Na most, hogyha a betonozásra lesz szükség, tehát egy átlagos normál házat nem tudunk talajcsavarra tenni, de egy mobil házat igen. És tulajdonképpen egy ilyen építőipari vállalkozásnak, aki azt mondja, hogy nagyon sok projektem van, nagyon sok munkám, de kapok megbízást esetleg akár egy mobilház telepítésre, akkor neki sokkal egyszerűbb a talajcsavarjainkat igénybe venni, nem köt le annyi munkaerőt, nem köt le annyi anyagot, ja, tehát és gyorsabban. Egyfajta szimbiózis lehet létrehozni. Pontosan, így van. Egy jó együttműködés. Tehát egy ilyen talajcsavarral mondjuk egy ilyen hétvégi úgynevezett mobilházat pikpak-hiphop föl lehet húzni. Pontosan. Mennyi időt lehet megspórolni? Mennyi időt? Tehát például mondjuk a talajcsavar lefúrása és a beton megszáradásához képest hogy állunk? Hát ez nagyon jó kérdés, ezt vártam is. A talajcsavar, mondjuk egy mobil házhoz nézünk átlagosan 10 darab csavart, amire azt mondom, hogy 4 óra alatt lecsavarjuk, az azonnal terhelhető. Tehát, ha hozza a kamion a talajcsav, a mobil házat, akkor ahogy mi végeztünk a csavarással, azonnal rá lehet tenni. Még ugye beton száradása 2-3 hét és időjárás függő. Ez jelentős. Ez jelentős, így van. És anyagilag? Anyagilag is bizonyos méret, bizonyos darabszámnál jóval megtérülőbb a talajcsavar. Nem lehet azt mondani, hogy minden esetben sokkal olcsóbb, de azt mondhatjuk, hogy anyagilag is olcsóbb, mint a betonozás. Hát meg leginkább az idő. Az idő, pontosan. És amit itt említettél a beszélgetés elején, nagyon sok olyan megbízást kapunk, hogy már kész van a kert, kész van minden. Oda nem szívesen engednek be egy bobketet, vagy bármilyen betonozó brigádot. Oda szépen a mi csapatunk bemegy a talajcsavarokkal, lefúrja, nem koszolunk, nem teszünk tönkre semmit, nem tesszük tönkre a füvet, 4-5 óra alatt pár csavarral végzünk. És mivel ugye mobil építményről van szó, értem szerint a közművek is másképp működnek. Másképp, pontosan. Ezért mondtad, hogy egyébként meg, hogyha rendes házat akarunk építeni, akkor ez az opció kevésbé. Ez az opció kevés, persze ez nem. Tehát egy rendes téglaépítésű házhoz még mindig a beton alap, ez inkább a mobilitáshoz, illetve ezekhez a mobil dolgokhoz jó. Ez kifejezetten ez a hétvégi. Pontosan. Ne vigye el a szél a házat. Így van, ne vigye el a szél a házat, illetve ha egy garázst szeretnénk valahova telepíteni, akkor arra tökéletes egy mobil garázs telepítése esetén. Vagy egy kis mobil raktár. Például. Egy mobil kis ház, egy faház, bármilyen. Hogy látod, hogy mekkora igény van, mennyire ismerik ezt, hogy ez egyáltalán létezik? Ez egy nagyon jó kérdés. Most azt látjuk, meg a piackutatásunk alapján, hogy még nem nagyon ismerik. Pont ez a célunk, hogy ezt minél több emberrel, minél szélesebb körben megismertessük, mert az embereknek általában az új technológia az még idegen. Tehát ezt még be kell, hogy fogadják. Nyilván vannak innovátorok, mi így hívjuk őket, ugye, akik korábban vevők a dolgokra. Ugyanez volt az elektromos autó piacán is, ha itt az autót behozhatom, hogy vannak az innovátorok, akik már az elsők között vásárolják, vannak, akik kivárnak. Most ugyanígy tapasztaljuk itt is, hogy vannak olyan vásárlóink, akik már így megismerik, olvastak rólunk, olvasták a blogcikkeinket, és akkor hívnak, vagy pedig rendelnek az áruházunkból talajcsavart. Nem, ezt azért kérdezem, mert közben az jutott eszembe, hogy van erre, ugye, ahogy mondtad, a legjobb az innovátorokon kívül, tehát mi tamáskodók ilyen szempontból, hogy van erre valami fajta biztosíték, vagy biztosítás, hogy mondjuk ez a ház nem fog az első szélnél lemenni a szomszédhoz? Tulajdonképpen biztosíték, biztosítás, hát vannak ezekre a csavarokra tanúsítványok, aha, amit a gyár ugye kiad. Viszont ha tényleg az ember fizikailag tapasztalja és meglátja ezt a talajcsavart, azonnal el tudja képzelni, hogy a ház az nem fog lemenni a szomszédhoz. És ugye pontosan ezért vannak különböző méretű csavarjaink. Azért attól függ, milyen terhelés. Igen, nem csak a terhelés a függvénye, tehát nem csak a nyomóirányú terhelés, hanem ugye az oldalirányú, a szélirányú. Tehát ugye, ha hosszú csavart teszek le, tehát kvázi túl biztosítom a házat, akkor bármilyen szélterhelést kap oldalról, ott nem lesz probléma, nem fog megmozdulni. Magyarul akkor érdemesebb mindig a leghosszabb csavart választani. Hát ha túl akarjuk biztosítani, akkor igen. Igen, de nem nagy az árkülönbség közöttük. És hogyha jól értem, akkor ez klasszikusan arra is alkalmas például, hogyha az ember, mit tudom én, egy kemping vagy bármi ilyesminek a
létrehozatalában gondolkozik, akkor bármikor tudja nap felé fordítani, idézőjelben bármikor. Igen. Tehát ez a mobilitás, ez nagyon benne van. És ugye pont az az előnye, hogy ha én kiszeretném venni a helyéről, akkor nem azt a beton rengeteget, ami a földbe benne van, azt fogom ott fölverni és kivenni, hanem a csavart kiszedem, és utána a földnek nem történt semmiféle károsodása. A beton nem szokták kivenni, valljuk be. Rádobnak föld, és jó az úgy. Jó lesz az úgy még egyszer valamire. Pontosan. Sose lehet tudni, hogy mi történik vele. Így van. Mennyi bír ez a csavar? Tehát hány évet? Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy... Azt nem mondta, hogy az örökkévalót. Mondhatjuk, hogy örökkévaló. 30 év garancia van rájuk. Tehát 30 évig biztos, hogy... Tehát mennyi garancia szokott mondani? A beton alapot nem tudom pontosan, nem tudok erre pontos számot mondani. 30-at mondanak, de ez nem így szok, nem így van, és nem is így lesz. Tehát igazából ezek annyira komoly anyagból vannak, ezek a csavarok, hogy ezek nem tudnak a földbe tönkre menni. Hát ráadásul meg most, ahogy nézzük, azért az egész világ arra felé mutat, hogy minden nyersanyagban egyre kevesebb lesz. Pontosan. És akkor ez egy újabb nagy kihívás. Hát nem véletlenül indul el az egész világ a környezetvédelem, a környezettudatosság fele. Tulajdonképpen két célja van ennek. Fogynak a nyersanyagaink, de próbáljuk védeni a földünket is. És ezekkel a mobilisabb megoldásokkal szerintem nagyobb esélye van a védelemnek. Hát én köszönöm, hogy erről beszéltél. Mindig szeretem, amikor jössz, mindig valami innováció megjelenik itt, ami azt gondolom, hogy sokaknak segít. Leginkább meg azt abban hiszek, hogy minden ilyen lehetőség, ami pici terhelést, az csökkenti, az segít. Igen. Azt szoktam ott mondani, hogy óvakodjunk attól a környezetvédelmi konferenciától, úgy kezdik a dolog, hogy óhaj te parkoló helyet. Igen. És ilyen szempontból mindig jobb bemutatni olyat, aminek valóban nincs ilyen szempontból hátsó problémája, igen. Hanem valóban segít. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, a hét emberére önök tehetnek javaslatot, ki vagy kik legyenek a hét emberén, megpróbáljuk őket elhívni, de aztán, ahogy kell, néha talajcsavarral, néha Mária Rádióval kapcsolatban is. Tehát vegyes a kép, és azért vegyes, mert önök mindig segítenek, hogy valóban érdekes legyen. Még egyszer köszönöm a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, vigyázzanak nagyon magukra, jó egészséget!